A Társadalmi Megújulás Operatív Program segítségével mintegy 44 millió forint összértékben valósíthatja meg komplex pályázati programját a Sárospataki Művelődés Háza partnereivel karöltve, kezdte a sajtótájékoztatót Csatlósné Komáromi Katalin igazgató. A szakmai program megvalósítása 2012. február végéig tart. A három partner együttesen 44 millió forintot tudhat magáénak, természetesen ez a szakmai programok tükrében megoszlik. Herceg Kutnak közel 12 millió forint, Erdő Horvátinak pedig valamivel több mint 5 millió forint áll majd rendelkezésre. A sárospataki összeget a helyi önkormányzati fenntartásban működő oktatási intézményekkel közösen használjuk fel. Így szakmai partnerünk lesz az Árpád Vezér Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Havai Szakképzőiskola. Ebből az összegből Erdő Horvátiban az úgynevezett demokráciához tartozó intézményekkel ismerkedhetnek meg az állampolgárok. Herceg Kúton a hagyományőrzés jut támogatáshoz. Sárospatakon pedig a tehetséggondozás kerül a középpontba. Nagyon örülünk annak, hogy az intézményeink ilyen aktívak, és minden pályázati lehetőséget kihasználnak azokra a forrásokra pályázva, amely forrásokat nem tudná az önkormányzat fenntartóként előteremteni. A projekt ennek köszönhetően több száz embert érint majd Sárospatakon és az említett települések intézmények tekintetében. A sajtótájékoztatót követően Bordás István a Kistérségi Közművelődési Együttműködésről tartott előadást, majd Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója a tehetséggondozás jelenlegi helyzetéről beszélt. Manapság a mai szűkös anyagi körülmények között a kulturális területen az innovatív kezdeményezésekre igazából sok pénz nincsen, és ez egy olyan lehetőség, amellyel új területeket lehet, új gondolkodásmódokat lehet kipróbálni a kulturális szolgáltatások területén. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a Művelődésházának már évek óta folyik egy olyan fejlesztése, amely kimondottan a kistérség együttműködése irányul. Éppen ezért kerültek be a konzorciumi partnerek a pályázatba, hiszen olyan helyi értékeket tudunk a programhoz hozzátenni, amelyet a konzorciumi partnerek képviselnek. Én azt gondolom, hogy ez a pályázat annak a lehetőségét teremti meg, hogy a városban lévő oktatási intézmények diákjai, tehetséges és érdeklődő diákjai egymásra találjanak és együtt dolgozzanak a megadott témákkal kapcsolatban. Amit mi tudunk adni, egyfelől tudjuk adni a tehetséges és okos diákjainkat, másfelől pedig tudjuk adni azokat a kollégákat, akik úgy gondolták, hogy ebben a közös munkában szerepet tudnak vállalni. A projekt ünnepélyes megnyitóján a résztvevők mellett érdeklődők is megjelentek.